Én Csangóföldön születtem, még Etel közben, mert a Szeret folyótól keletre születtem, egy 3 kilométerrel, Bákótól délre körülbelül 20 kilométerrel, és édesanyám Klézsén született, pont szembe a mi falunkkal, Diószénnel, így a szívemnek, lelkemnek, az ösztönömnek, génjeimnek, vagy nem is tudom, hogy hívjam azokat a mélységeket, ugye, amik ott vannak az emberben, azok mindig közelebb voltak Klézséhez. Vagyon nem csak így, hogy a természet tetszett nekem ott, hogy volt egy patak, fűzek, mindenféle madarak és csodálatos gyermekkori élmények, hanem valami az emberekben volt, amihez én éreztem között, fel kellett nézni rájuk. Emelkedett emberek, vagy nem, adok csak egy példát, keresztanyámnál bementünk a házba, olyan volt, mint egy ünnepre, hogy most mintha várta volna, nem tudom, legmagasabb embert a világról. Olyan rendezett volt. Szinte suttogva beszéltek, fölösleges soha nem volt abban, amit mondtak. Édesanyámmal mindig megosztottak valamit. E világi dolgokat mindig el tudták rendezni, hogy föléig tudjanak emelkedni. Olyan volt, mintha egy mesdjén lett volna, hogy ebbe a világba is van, még a másik világba is. Olyan nekem annyira, hát szent, nekem szentnek tűnt gyermekkoromban. Vessünk számotat, édes Istenem, add lelkemet, ne kelljen féltenem, add lehessen bátrabban szólónom. Midőn meg kell előtted alonom. Sekertem be egy madár, teringetem, de nem van. Jaj Istenem, de nagy kár, hogy az ingem meg nem van. Magyarországon sokat hallottam, és volt, ami nem tetszett, amit úgy éreztem, hogy semmi köze a csángósághoz. Mert a csángó táncokban, énekekben mindig volt egy olyan, hogy tudtad, hogy kié. Hogy mondták, ez azé. Mindig hozzátette a magáit. Persze. Az ő lelkületét, az ő állapotát, az ő stádiumát, hogy hol tart ő az életbe. Én is hiszek abba az ismétlésben, nem módszerekben, annyit ismételni, ameddig beléd bújik, a legmélyedben, és akkor ott elkezd dolgozni, akkor kifelé már más minőség jön. A legtávolabbi vidéken, innen, ahol még magyarok laknak, ott laknak a csángó magyarok, a moldvai csángó magyarok. Gyönyörű a beszédük, gyönyörű a viseletük, és még gyönyörűbb az énekük. Vendégünk, amit énekelni fog, az teljes mértékben hiteles, hiszen ő ott született, ezeket az énekeket ott tanulta, velük él minden napjaiban. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Petrás Máriát! Se az adott nap esőd,
társód, én elkísérőim, s ez adott nap esód, én elkísérőim.